Hello. A mai videóban egy nagyon gyönyörű mexikói szokásról fogok neked mesélni, amelyet már egészen biztosan ismersz a Coco nevű rajzfilmből. Ugye nem más, mint a mexikói Día de los Muertos, azaz a mexikói halottak napja, ahol ilyen a hátam mögött álló, gyönyörű, szép, színes oltárokat állítanak fel, hogy így emlékezzenek és ünnepeljék az elhunytaknak az életét. Itt ülök Melissával, a szomszédommal. Arról fog neked beszélni egy gyönyörű szokásról, egy mexikói szokásról, amelyet úgy hívnak, hogy ofrenda. Ha láttad a Coco nevű filmet, akkor abban bizony egy kicsikét megismerheted, hogy mégis miről szól ez a gyönyörű mexikói tradíció. Day of the Dead is a very, very traditional festive day in Mexican culture. A halottak napja a mexikói kultúrában az egy hatalmas nagy ünnep, bármilyen furán is hangzik a magyar kultúrában, ugye ezért ez egy kicsit másképp van. It traces back to many, many years, like 500 years, and it's a tradition that incorporates both Mesoamerican indigenous traditions and European Christian traditions. Ez a kultúra már több mint 500 éves, és ez egy ilyen mixe a mezoamerikai kultúrának és az európai keresztény kultúrának. Az ünnep során az emberek színes, vidám ruhákba öltöznek és koponyafejet viselnek, ezzel is szimbolizálva, hogy a halál az élet része. Eredetileg az ünnepet augusztusban tartották az aztékok, de a spanyolok hódítását követően áttették novemberre, hogy egybeessen a katolikus mindenszentek napjával. Bár a Día de los Muertos és a Halloween, ugye azok időben egymáshoz nagyon közel vannak, a Halloween ugye az elsősorban a félelmetes dolgokra fókuszál, míg a Día de los Muertos arról szól, hogy ünnepeljük az elhunytak életét és emlékezzünk rájuk. A Mesoamerican indigenous mythology, once the person dies, he goes and transitions into a new world, the world of the dead. Amikor valaki meghal, elmegy a halottaknak a világába, amely egyfajta egy ilyen átmeneti hely, ahová mennek a halottaknak a lelkei. And every year on November 2nd, it is a day that our loved ones that have already passed get to come back to Earth, to this world, and share a day with us. November 2-án az eltávozott szeretteink, akik már meghaltak, minden évben kapnak egy alkalmat arra, hogy visszatérjenek hozzánk földiekhez egy napra. So keeping up with the myth and the storytelling of that day, the dead have to travel very, very far, and it's a very arduous and strenuous journey to get to us. Egy nagyon hosszú, nehéz, fárasztó úton kell keresztül menniük a halottaknak ahhoz, hogy ide visszajöjjenek a földre. So in the ofrenda, what we have is first the pictures of our loved ones that we're expecting to see. Az ofrenda az igazából egy ilyen altár, amelyben ugye kiállítják az elhunyt szeretteiknek a képeit. Nem azért, hogy mi emlékezzünk rájuk, hanem hogy ők, a halottaknak a lelke, megismerjék magukat, hogy nekik bizony ide kell jönni. Mexikóban vicces verseket is írnak ilyenkor a halálról. Ezzel igazából azt próbálják üzenni mindenkinek, hogy a halál ugye a természetes része az életnek, és bizony lehet erről viccelődni is. We have different elements to help them identify where is it that they need to arrive. For example, we have the flowers, cempasúchil or marigold flowers have a very specific scent that's supposed to help them and guide them to that spot. Marigold, kérom ide magyarul, tehát ez az a virág, amit ilyenkor tradicionálisan használnak, ezzel díszítik ki magát az ofrendát, meg a körülötte lévő részt, mert ennek az illata is oda vonza a halott lelkeket, ahová érkezniük el. Sok mexikói városban a halottak parádéját is megtartják, ami igazából nem más, mint egy felvonulás, ahol beöltöznek a résztvevők különböző színes ruhákba, koponyafejekbe, és így vidáman, élettel telien vonulnak fel
és ünnepelnek a városok utcáin. Vannak különböző más tárgyak, amelyek minden féle dolgot szimbolizálnak, úgyhogy mik is ezek? We also have water, because it's such a hard journey, so we need to quench their thirst with some water. Van víz, mert ugye megszomjaznak az út alatt. We need to purify the area so that it's clear from any bad spirits, so we use incense or copal, and that clarifies, and Palo Santo clears the area from any negative energy. And the salt is the same? And the salt as well. Kiraknak ugyanúgy mindenfajta ilyen incenteket, ilyen füstölgő, szagosító dolgokat, a Palo Santo, és sót is, mert ez megtisztítja a levegőt, a környező levegőt mindenfajta negatív energiától. The wind is represented by the colorful paper. Színes kis zászlócskák, ugye, amely szintén nagyon jellemző a mexikói kultúrára, és ugye azt fújja a szél, tehát az szimbolizálja az elemet. Have the fire with the candles. Ugye vannak a gyertyák, ugye, amely ugye a tüzet szimbolizálja, és a hamu, ami az incentekből ugye megmarad, az pedig ugye a földnek a jelképe. Colorful sugar skulls, and also like the image of, we call it La Catrina, which is the a skeleton, and it's a female form, dressed up with flowers and beautiful gown. Cukorból készült koponyák, és egy koponya fejű, gyönyörűen felöltözött hölgy. A La Catrina, ez a koponya fejű, elegáns nő, az ünnep egyik legismertebb szimbóluma. It symbolizes death, but it symbolizes that death is as much of a part of us. Every day it should be a reminder to just live your day to the fullest and just know that it's just part of life. És azért ilyen szép színesek ezek a koponyák, és ilyen gyönyörűen vannak felöltöztetve. Emlékeztető arra, hogy a halál az az élet része, és nem valami, amitől félnünk kellene, hanem tényleg csak élvezzük az életet. Itt vannak a calaverasok, ugye a cukorkoponyák, amelyekre sokszor amúgy rá is írják a neveket, és ez a vidám mintázata színei próbálnak arra emlékeztetni, hogy a halál az tényleg az életnek a természetes része. Cross symbolizes two things, a symbol of Catholicism, but also it symbolizes the north, south, east, west. Ezekből a virágokból, a marigoldból kitesznek egy keresztet az offrenda elé, ami egyrészt ugye nyilván a keresztény kultúrában ugye nagyon fontos, és ezen kívül pedig az észak-dél és kelet-nyugat irányt is szimbolizálja, amely egy iránytűként szolgál a halott lelkeknek. The most important part is you have to have food, like the most favorite like food of the people that you're trying to honor. So you, in traditional altars, like on the night of November 1st, the family will cook the best food and their favorite food and put it out. And then you also have tequila or whatever is like their favorite drink of choice for them to rejoice and have fun. A legfontosabb elem aztán, amikor az offrendának, ugye az étel. November 1-én otthon az emberek megfőzik az eltávozott szeretteiknek a kedvenc ételeiket, és azt is kihelyezik aznap este az altárra, és természetesen odaraknak, ugye a mexikói kultúra révén tekilán, vagy valamilyen fajta alkohol, lehet mezcal is gondolom, hogy amikor megérkeznek a halott lelkek, akkor jót mulassanak. Pan de muerto, body of Christ, like Eucharist. So as you put that also on the center of the altar. Kenyér, ugye ami Jézusnak a testét hát szimbolizálja. Pan de muerto, azaz a halottak kenyere, ezt kifejezetten erre az ünnepre készítik, ez egy ilyen cukros kenyér, tetején lévő díszítések, tésztadarabok pedig a csontokat szimbolizálják. Ugye itt vannak kint a nagyszülőknek a fotói, és természetesen a kedvenc tekilájuk is itt van. Az abuelita az egy ilyen hagyományos hát kakaó forró csoki, mexikói, úgyhogy ezért van az ott kint,
itt van mellette a kettő bögre, hogy abból ihassanak. Ez itt pedig ugye a víz a kancsóban, és van ám még itt kint gyümölcs is, mert a Melissának a nagyszülei nagyon szerették a gránátalmát, volt gránátalmafájuk, úgyhogy ez azért van kint. More of a modern addition, because nowadays dogs here are part of our family, so we incorporate dogs. Ez már egy modern változata ennek a szokásnak, hogy a kutyákat, a házi állatok, az elhunyt házi állatokat is kiteszik, ő volt a Melissának az első kutyusa, és amúgy nekik van egy külön nap, október 27-e, amikor állítólag az ő lelkük meglátogatja az itt lakókat, úgyhogy ma éjszaka ki is fog tenni neki egy kis kutyacsemegét. In the center of Mexico and like the little towns in Mexico, people actually go to the cemetery where their loved ones are buried and they do the altars there and they decorate the ofrendas there, and they actually spend the night in the cemetery. A lot of the times they bring live music and they like play music and they have like dinner there with their loved ones. And they're just there until all night until the morning. Hagyományos tradíciója ennek az ünneplésnek az az, ahogy a Coco nevű filmben is van, ugye, hogy kimennek a temetőbe valójában a hozzátartozók, és ott állítják fel a sírköveken, meg körülötte ezt az offrendet, és odapakolják ki ezeket a tárgyakat, és ott maradnak egész éjszaka, ott mulatnak, esznek, isznak, élő zene megy, és így emlékeznek a halottaikra. Amint láthatod, az ilyen oltárok, az offrendák nem csak tehát az emberek lakásaiban, házaiban vannak, hanem bizony a helyi éttermek is készítenek különböző ilyen offrendákat, és ezen láthatod, hogy amúgy nem csak a családtagoknak a képei vannak kitéve, hanem például itt van Kobe Bryant, Kurt Cobain, ugye a Nirvana-nak az énekese, David Bowie, úgyhogy az ő életükre is itt emlékeznek, Tina Turner ünneplik őket. So many of us that move out of Mexico and a lot of our ancestors are buried in Mexico and we're no longer there. Mm-hmm. Building the ofrenda and the altar is almost like a substitute to not being able to be there. So you're able to celebrate it at home where you are. Mivel ugye nagyon sokan ugye elköltöznek Mexikón belül is, meg ugye sokan ide jönnek Amerikába, azáltal, hogy itt itthon felállítják ezeket a kis altárokat, az offrendeket, így tudnak valamennyire kapcsolatban maradni azzal a hagyományos tradícióval, amikor ugye ott meg a temetőbe járnak ki. 2008-ban az UNESCO amúgy a Día de los Muertos-t a világ szellemi örökségévé nyilvánította, ugye ezzel is elismerve ennek a mexikói ünnepnek a fontosságát, jelentőségét. Mi a kapcsolódás Halloween és a Día de los Muertos, ez a halottak napja között? I think it's more relevant people in up in the northern part of Mexico and because we are so influenced with the pop culture of America that it kind of blends in. So if you see my decorations outside, I have my ofrenda, but I also have like the pumpkins. That's not part of the traditional ofrenda, but that's like Halloween, and I have my Halloween decorations. Közvetlen kapcsolat ugye nincsen Halloween és a Día de los Muertos között, de főleg így Észak-Mexikóban, ugye ahol már nagyobb az amerikai hatás, illetve itt Dél-Kaliforniában, ahol meg nagyobb a mexikói hatás, így például így a különböző elemeket ötveznek, tehát például a sütőtök mixelve van a különböző mexikói ilyen ofrenda elemekkel. Híres rajzfilm a Coco, az egy jó példája arra, hogy valójában ez hogyan is néz ki a valós életben Mexikóban. I think they did a phenomenal job with that movie. I cry every time because I really identify with it. Ez abszolút inspirációkon szolgált neki is, mert ugyan ő Észak-Mexikóban nőtt fel, de valahogy gyerekkorában, Melissa nem annyira a családjával nem annyira csináltak ilyen offrendákat, és aztán a Coco rajzfilm annyira inspirálta őt, hogy aztán elkezdte itt minden évben megcsinálni, felépíteni ezt az offrendát, és ezzel is megtisztelni ezt a gyönyörű hagyományt. The traditional Mexican music is very important. Like I have this like a little bit in the background here. At night when you celebrate, you have like the music that they liked. You put that also, yeah, they put that in the background.
to celebrate mm-hmm. them as well. Mexikói zene nagyon fontos szerepet tölt be ebben a hagyományban. November 1-én éjszaka, ugye be is teszik a meghatározatot azoknak a kedvenc zenéit, és azt hallgatják, miközben rájuk emlékeznek. Mit szeretnél, hogy mi lenne az egy dolog, amit magukkal vinnének ebből a szép mexikói szokásból? This day is a celebration, it's a joyous day. We sing, we eat our favorite food, and we remember, share stories, joyful stories about those that passed and that we remember. Nem a gyászról szól és a szomorúságról, hanem inkább az elhunyt emberek életének az ünnepléséről. Rájuk emlékeznek, vicces, jó történeteket mesélnek egymásnak róluk, és tényleg egy ünneplés, és nem pedig egy ilyen szomorú, sírós nap, hanem mindenki jókedvű, jókat esznek, isznak, és emlékeznek. A lot of times death is something that's sad and sorrowful, but in this tradition, we like to celebrate it as well. There's like a hopeful feeling that you may get to see mm-hmm. your loved ones and join them in the future. So we want to make it a celebration instead of something sad mm. to mourn. Van benne egyfajta egy ilyen reményteljes ünneplés is, hogy egyszer talán a jövőben tényleg találkozunk majd az elhunyt szeretteinkkel, és ettől is egyfajta ilyen, hát optimista, jókedvű nap ez a mexikói kultúrában. Remélem, hogy érdekesnek találtad ezt a mai videót, ahol bemutattuk neked ezt a nagyon vidám és gyönyörű mexikói hagyományt, amit láthatod itt Kaliforniában, Dél-Kaliforniában, San Diego-ban, itt aztán mindent ünneplünk, mert ennyire változatos itt a kultúra. Tehát, hogyha ez tetszett és szeretnél még ehhez hasonló videókat látni, akkor mindenképpen iratkozzál fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban is. Adiós!